Első kérdésem az, hogy lehet-e hallani, vagy vegyünk mikrofon? Megpróbálok így kiadni. Én is, ha nem megy, akkor itt lesz a mikrofon, csak a kicsit egyszerűbb nélkül. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban egy rendhagyó könyvről van szó. Debrecennek a kertségeiről elég sok helytörténeti munka megjelent már, de olyan, amit nem nagyon vállalkozott senki, hogy egy megszűnt kertséget próbáljon visszavarázsolni, megpróbálni bemutatni azt a világot, amely Debrecenben az egyik legnagyobb kertség, az új kert történetében volt, a története volt, kik laktak ott, mit csináltak. Hát a könyvet nem fogom elmondani, tehát ez a könyvbemutató nem arról fog szólni, én igyekszem nyúlivrét kivesézni. Tehát én igazán arra vagyok roppantó kíváncsi, hogy, és remélem ebben egyetértünk, hogy mi vezet odáig, hogy valaki egy ilyen dologba belevágjon. Én személyes megtámadtatás okán is beszélhetek az új kertről, 21 évet éltem le benne, de már ebben az új kertben, és nem pedig abban a régiben. És amikor én ide kerültem 71-be, akkor még megvolt az új kert, de nekem az a világban volt, akkor én bent laktam a Szent Anna utcán. Aztán a kelettervnél szembesültem azzal a hatalmas tervező munkával, akkor már amikor ide kerültem, azt hiszem még a zárása volt a vénykert építkezésnek, és akkor indult az új kert, már új tervcsalád és hasonlók voltak. De az emberi oldaláról, a felszámolás emberi oldaláról csak úgy láttam dolgokat, hogy kezemben voltak azok a térképek, amik a kis házak helyére hatalmas lakótelepet rajzoltak. És akkor innentől kérdezném meg Imrét, hogy, és elnézést kérek, hogy tegeződni fogunk, azért elég régóta ismerjük, ha valakinek kifogása van, akkor szóljon, még átkérhetünk a magázással. Tehát megkérdezem Imrét, hogy mi vezette, mi volt az az indítatás, ami eljutott odáig, hogy egyáltalán elkezdett ilyen mélységben foglalkozni ezzel a területtel. Ezt összeszeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek, hogy eljöttek erre a bemutatóra, és örülök, hogy elolvassák majd a könyvet is. Annak idején a külsőségen azokat a tanyákat, amiket a 40-es években a tanyaosztásoknál, földosztásoknál adtak oda embereknek, és felépítették ott az új gazdák, ezeknél a tanyáknál megtaláltam 5 évvel később azt az engedélyt, amit a műszaki osztály kiadott, és kötelezést, amiben be volt írva, hogy megengedem, hogy a tanya, az elavult tanyai épületét lebontsa és bevigye a tanya központba, és ott házat építsen belőle. Na most, hogyha a hatóság is így csinálta, akkor mit várunk el attól a támogató sajtó birodalomról, ami akkoriban azért elég egyértelműen fogalmazott, és valóban, aki nem ismerte ezeket a kertségeket, fel se tételezte, hogy micsoda értékek vannak ott.
Ráadásul ezek a területek is korlátozott építési engedéllyel rendelkeztek nagyon hosszú ideig, ami pedig azzal jár, hogy a karbantartáson kívül más nincs, illetve aki ott lakik, az igyekszik menekíteni a családját, mert hát a gyerekre, unokára is próbál gondolni. Tehát azok a fotók, amik itt pörögnek mögöttünk, és még jó minőségű épületeket mutatnak, azok a ritkábbak. Mert általában valóban nagyon rossz állapotú épületek voltak. Mi volt a menetrend? Tehát először azt kérdezném, hogy nem okozott-e gondot, hogy a különböző kertségeknek a határa az már korábban sem mindig volt teljesen egyértelmű, de mostanára pedig összemosódtak a szomszédos kertségek. Nagyon összemosódtak, és először is megtévedtem legelőször, ugyanis a új kertet is először ugyan megették, hogy Péter fió kert. Utána, amikor a Sesta kertet is létrehozták, annak is az első neve az volt, hogy Péter fió kert. Utána a Péter fió új kert, tehát itt változtak a nevek, az új kertnek is nagyon sok neve. Először is ez az, ami úgy nagyon megzavart, és úgy nagyon sok adatot összegyűjtöttem, és kiderült, hogy nem erre az új kertre vonatkozik, hanem az már a Sesta kerti Péter fió kert. Úgyhogy azt úgy félre kellett tennem, és ugyanez volt a nyulasi résszel. Ugyanis eredetileg az új kert a mai Békesi út vonaláig húzódott csak. A Békesi út és a Nyulas közötti rész, az viszont már Nyulas volt. Tehát a Békesi és a Dobel utca közötti rész, az pedig Nyulashoz tartozott. Úgyhogy amikor az új kert felépült, akkor lett új kert rész ez is. És szintén ott elég sok probléma volt, hogy mik is voltak, ugyanis ellentmondó adatokat is találtam, és végül kiderült, hogy ott voltak ugye az úgynevezett barakok, amiből lehet is látni a képet, abból még egy még mindig megvan. Ha valaki ott a Doberdó köszönmény sarkán jár, érdemes megnézni, egy holtíves barak még ma is található, a Nyuszi Presszó, meg boltok vannak benne, tehát ez is. Ami nekem úgy fáj, hogy ugye itt volt most az első világháborúnak az évfordulója, itt nagyon szépen ki lehetett volna alapítani benne egy első világháborús múzeumot, kapcsolatban múzeumot, egy kis tervezeti múzeumot. Sajnos ez most már ugye lezárult ez az időszak, és ez valahogy először. Pedig nagyon jó lett volna, és azt érdemes lenne megtartani a mai napig is azt az épületet. Hát nem tudjuk, hogy nem kerül az is a bontásra, bár ott egy elég nagy szabad terület van. Nem tudom, hogy esetleg fájra van a fogalát. Mindig van fájra, igen. Ebben már óvatosan szoktunk ilyen közösség előtt is beszélni ilyen ötletekről, mert valakinek egészen más gondolathoz fog eszébe jutni. Tudnék, ha belegondolunk, hogy hatalmas épületek vannak, és azok között van egy kuriózum, ami lehet szerető és lehet megkapolítani. Reméljük, hogy közöttünk itt nincs olyan, aki ilyen szándékú. Amire kíváncsi lennék, és remélem kíváncsiak mások is, hogy az új kert elnevezés, ugye mondtad, hogy többször jön másik. Az új kert elnevezésről, hogyha szólnál, hogy tulajdonképpen miért is, mihez képest nevezték új kertnek az új kertet? Előtte már meg volt a délete kertsége. Ilyen volt a Liba kert, és ilyen volt a Vén kert. Amikor az új kertet felosztották, ez az 1746-ra tehető, akkor valahogy el kellett nevezni ezt a kertséget is, és így alakult ki az új kert. A Vénkert az már az 1600-as években megvolt, és ez körülbelül jó 100 évvel később jött létre ez a felosztása az új kert. Itt az új kert is először
azért szerepelt a Péter fia kertiként, és ő Péter fia új kertként, mert ott nem messze volt ugye akkor a Péter fia kapu. Ugyanis Debrecen mindenki közismert, hogy egy kapu rendszer vette körül. Először ugye a Péter fia kapu az Ajtó utcánál volt, majd pedig feljebb helyezték most, ahol a rendtér és a Füredi út sarok van, tehát ott volt a Péter fia kapu. És végül is innéte lett a Péter fia kert, Péter fia új kert, mert akkor is már az új néven emlegették. És utána jött, amikor a Sesta kertet is kiosztatták, ugye ez később 1840-es évek elején már elkezdték osztani, de a teljes kiosztás 1840-ben történt meg, és akkor az lett a Péter fia kert, Péter fia új kert, tehát itt azért mondom, hogy elmosódások vannak az elnevezésben nagyon sok helyen, és akkor lett új kert a neve. És innentől ez valahogy megmaradt, és ezt amikor felépítették az új kertet, mint lakótelepet, akkor büszkén mondták, hogy ez az új kert, mert az új épületeknek a kertje, ez nagyon sok sajtóban az akkori szlogeneknek megfelelően nagyon sokszor kicsit másképp értelmezték az új kert, tehát az új elnevezését, mint az eredeti neve volt. Mivel november 7-e van, ismerjük ezt a témát. Az új kert elnevezéshez még azért annyit hadd mondjak, hogy Debrecenben azért nem úgy kell elképzelni, hogy valaki neki állt és pedig közgyűlés elé ilyen közterület vagy területnév, vagy olyan földrajzi neveket, hogy ezt fogadják el. Itt egyszerűen arról van szó, mint ahogy a nagy templom, és csak akkor lett nagy templom, amikor építettek egy kicsit. Tehát itt is akkor lett új kert, amikor a többi kert mellé létrehoztak egy újat, és így ráragadt vénkert a vénkertre, és új kert lett ez. Aztán utána ez megint ment tovább, és az érdekesség az, hogy végül is a Sesta kert megtartotta meg a nevét, bár az is ugye egy darabig új kertként szerepel, de ezek csak időbeli meghatározások voltak. És tényleg az az érdekesség, hogy az új kert esetében ez mai napig is fennmaradt, és visszaidézi azokat a nagyon régi időket. Ami pedig a megközelítést illeti, azért úgy kell elképzelni, hogy ma eszébe nem jutna az embernek, hogy az új kertet ne a Böszörményi úton közelítse meg. Annak idején a Böszörményi út nem úgy futott, ahogy most. Tehát kerülő lett volna a vénkertet megkerülni, hogy az új kertbe eljussanak. A legegyszerűbb az volt, hogy jött a nagy templom mellett Péter fián, a Péter fia végén a kapun kijött, és akkor dönthetett, hogy egyenes megy észak felé az erdőnek, vagy pedig kicsit lekanyarodik, a libakertet nem kellett szögben kerülni, hanem szépen el lehetett menni. Gyakorlatilag ott, ahol a templom van, tehát egészen rövid úton valóban az új kertbe lehetett érkezni. Tehát ennyit így a földrajzi viszonyokról. Mi az, ami egyértelműen ma is megvan az új kertben? Tehát az, ami a régi új kertről szól, és nem pedig arról a 70-es években épülőkről, vagy 80-as években. Hát nagyon kevés. Hát ezt említettem, igaz Nyugasi volt eredetileg a barak. Tehát ez az, ami még létezik. És igazán, ami már nem 45 után épült, ugye mert a Fáji András utca, a Sétakert utca, a Újkert utca, ezek már 45 után épültek. Egyetlen egy épület maradt meg, ez a Jószház. Én szerintem ezt mondd is meg, hogy melyik nem biztos, hogy neki. Ez a Nádor utca és a Böszörmény út sarkán. Erről, akit érdekel, akkor Nádor utca és Füred utca sarkán. Akit érdekel, erről írtam egy külön könyvet is. A katolikus levéltárból vannak most is itt. Úgyhogy ott még megvásárolható van még néhány példány. Jósz Ferenc saját magának
elvesztek és építettek. Ő úgy szerepelt, hogy a mi templom építő, katolikus templomát, ő építette egy Debrecenbe, és ő épített egy nagyon különleges épületet, ez az úgynevezett jó stílusba, ami még ma is megvan. A család viszont kiköltözött 2002-ben, ugyanis először felépítették erre a 10 emeletes házat, utána felépítették elég a templomot, és akkor a család úgy döntött, hogy elmegy. És ezt eladták. Azóta a negyedik vagy ötödik van a kisebb egyház, megvásárolt, adják egyik a másiknak át, de megvan. Van rajta egy, az érdekesség, aki arra járt, vagy aki nem tudja, van rajta még ma is egy napóra, ami délután órák kivételével mutatja az időt, mert ugye 10 emeletes takarja, és a család egyetlen egy dolgot vitt el magával, egy szoborfülkébe volt a Szűz Mária szobor, ezt elvitték, és ezt a család őrzi mai napig is. És amit nem nagyon szoktak tudni Debrecenben, hogy a Szent Anna templomon volt 12 szobor Debrecenben, a 18. század elejéről van szó, a Debrecenben ott volt először köztéri szobor kihelyezve. Most ezek a szobrok olyan állapotba kerültek, hogy a 20. századi felújításkor, amikor Jos Ferenc tervei szerint is felújították a templomot, akkor le kellett venni onnan azokat a szobrokat, és ezek, nem tudom valamennyie, de jó részük oda került a villához. Ma is van egy-két darabja ennek, most próbálják volt munkatársaim összeszedegetni különböző helyekről. Síralmas állapotban vannak szegény szobor maradványok, de mégis érdekes maradványai annak a templomépítésnek, ami a 18. század elején Debrecenben volt. Ezek a szobrok egyébként egri kőfaragó mestereknek az alkotásai voltak annak idején. Hát erről ennyit. Amire kíváncsi lennék, hogy mi az, ami végül nem tettél be a könyvben. Mert általában magamról is tudom, hogy egy-egy ilyen mondjuk úgy, hogy művet az ember csak akar. Mert valamilyen határidő van, és aztán így ülnek azok a dolgok, amiket a csuda vigyel, de jó lenne, hogyha benne lenne. Hát vannak ilyenek is, amit utólag fedeztem, már fel, utólag derültek ki. Nagyon sokat dolgok információt kaptam ezekről a dolgokról is. De elsősorban nem is elsősorban ezeket említeném, hanem azokat említeném meg inkább, amit még a könyv készítése között, írása közben találtam. És még ugye 40 éve már lebontották ezeket a házakat. És élnek olyan emberek, akik ott éltek, és mai napig félelembe élnek. És elmondtak jó pár dolgot, ami nagyon fájt nekik, nagyon nehezen tudják még a mai napig megemészteni. Volt egy hölgy, aki elmondta nekem, de megkérte, hogy se a könyvben ne szerepeljen, se a nevét ne említsem, sehol. Az édesapja azt mondta, hogy ha ők kiköltöztetik, ő meg fog halni. Inkább meghal, mint hogy elköltözzen. Végül kiköltözött. Az új lakásba az első éjszaka meghalt. Hát nem tudok megbarátkozni azzal, hogy elköltöztették, amit a két kezével épített el. Volt egy másik ott lakó, valószínűleg ők lehettek az utolsók, akik elhagyták az útjákat. Ugyanis őket kényszer kiköltöztették. Az édesapjukat berendelték a rendőrségbe. És addig, amíg a rendőrségen volt az édesapa, addig megjelent két teherautó, és elvittek két a családot, és beköltöztették egy új lakásba. Hát nem új lakásba, hanem egy élházi használt lakásba. Hát egyszerűen
hazament, és már üres volt a minden, és már ott voltak a gépek, amik szeme láttára rombolták le az épületet. De aki elolvassa a könyvet, abban is fog ilyen megható dolgokat olvasni, mert itt van Ibolya, hátul. Őnek is voltak ilyen keserű dolgai, nem árulom el, olvas el mindenki az édesapjáról, amit írt. Itt van Kovács Imre barátom, szintén írt. Tamás itt van szintén, ők is másra készültek a kertjükbe, nem véletlenül vettek meg akkor a kertet. Nagyon szépen leírta a dolgokat, szintén érdemes elolvasni. És eltűnt a tanár úr, amikor el kellett mennie, ő is visszaemlékezett. Hát itt ülnek most egy páran, akik ott laktak, és nekik is nagyon keserves volt. És egy humoros dolgot is azért hagyd mondjak el, szintén nem írtam be, de azóta már többen is megerősítették, tehát biztos, hogy így van. A könyvben csak annyit írtam, hogy a Fáy András utca és a Újkert utca nem a szokásosan van számozva. Tehát nem, hogy elkezdődik, hogy jobb oldalon a páratlan számok, bal oldalon a páros számok. Ugyanis az történt, hogy valamelyik utcába nem árulták el, mert még vannak még leszármazottak, akik ott élnek abban az épületben. Egy elvtárs költözött, aki élet volna a 13-as szám. Na, ő ezt nem akart, hogy az övé legyen a 13-as szám. Mit csináltak? Leszették a házszámokat, átadták az utca másik utalára. Úgyhogy ilyen is történt, ezt most már nagyon sokan megerősítették, akik ott laknak, törzs lakosak. Elmondták, hogy ez azért történt, ezért van ez így. Ehhez annyit hadd fűzzek hozzá, hogy Debrecenben 1898-ban vezették be azt a mai utcanévi számozási rendszert, amit látunk. Tehát nagyon sok olyan település van, ahol pont fordítva van. Általában úgy szokott lenni, hogy bal oldalon kezdődik az egyessel, és ott megy végig a páratlan és jobb oldalon a páros. Debrecenben pont fordítva van. Senki meg nem kérdezi, hogy miért nem találtam a magyarázatát. De tény ez, hogy 1898-ban, pont akkor volt egyébként, amikor a kertségeket, mint külsőségeket bevonták a lakható építhető, vagy beépíthető lakóterületbe. Egyébként ez, annyit fűzek még hozzá, hogy azért tudni kell, hogy Debrecenben akkor, amikor ezeket a lakótelepeket kitalálták, akkor olyan tervek voltak, hogy 2000-re 300 ezres lesz Debrecen lakossága. És ha belegondolunk, ezen ugye mosolyog az ember ma már, de ha belegondolunk, hogy micsoda elképesztő iparosítás folyt akkor annak lehetett volna egy ilyen következménye, és ezeket az embereket, akik bejöttek Debrecenbe, valahol el kellett helyezni. És volt még egy nagyon komoly probléma, és itt nem mosni akarom ezt, ami létrejött, hanem csak hogy érezzük, hogy hány oldala van egy dolognak. Debrecenben a II. Világháború alatt a lakásoknak több mint 50%-a megsemmisült. Nagyobb arányú volt a pusztítás, mint Budapesten. És ez azt eredményezte, hogy én amikor ide kerültem, akkor megdöbbenve tapasztaltam, hogy nem tudok úgy a járdán végig menni a belvárosba, hogy ne rúgtossam be valakinek az ablakán a port. Ugye minden pince lakás lakott volt. Na most érthető, hogy egészen máshogy állt hozzá az a szerencsétlen, aki végre felépítette a kertes házát és ott békében él, mint az, aki oda kiköltözhetett egy ilyen nyomortanyáról, mert végül is közkomfortos épületeket építettek, tehát egy egészen más életminőség jött létre. Az egy másik kérdés, hogy a mi lépcsőházunkban is szemben velünk lakott az a
Gyula bácsi, aki építőmester volt a, már a világháború előtt is, jó nevű építőmester, akinek a szem előtt zajlott le ez a tervezés, és ők is úgy költöztették ki, és ráadásul úgy költöztették ki a házából, hogy ugye ott kellett hagyja, 10 évig még nem bontották le. És ott tette a fene a házát, ott tette a csoda, a gyümölcsösét, még oda jártak ki egy kicsit szedegetni. Tehát ezek rendkívül keserves dolgok lehettek. Aztán az álságos dolgok a különböző lakótelepek kialakításakor, a Tócos kert a legjobb példa erre, amikor ott én magam is láttam azt a tervet, amelyben bele volt írva, hogy azért telepítik oda a Tócos kertet, ahova senki nem gondolná, mert ugye mély fekvésű terület, mert hogy az közművesítve van. Na most azért el lehet képzelni, hogy egy nagy intenzitású lakótelep közműve, meg az a pár vízvezeték, ami ott rozsdásodott a földben a kertségben, hogy az milyen összefüggésben volt egymással. Ugyanezt írták le az új kertnél, és közművesítve volt. És hát akik ott laktak, elmondták, hogy hát igen, volt egy út, és néhány helyre be volt vezetve a víz, de nem mindenki engedte meg. Tehát ez a közművesítés, ez a utakat jelentette. Egy picit térjünk át magára, erre a lakótelepre, ami ott létrejött. Mit tapasztaltál, hogy mennyien vannak ott olyanok, akik az új kertből kerültek és maradtak ott? Mert Debrecenben azért az volt a szokás, hogy egy területet lebontottak, és akkor az épp aktuális lakótelepre átzavarták a régi lakosokat. Tehát rengeteg új kerti az a vénkertbe került, vagy az új lakótelepre. Tehát, hogy találkoztál-e olyanokkal, akik nagyon kevesen, kaptak. Nagyon kevesen kaptak, mert jóformán az egész új kertet beköltöztették a vénkertbe. Tehát a többség, akikkel találkoztam és beszéltem, a többség oda került. Vagy pedig választottak valahol, máshol inkább lakást, felajánlottak és inkább használt lakásban mentek, de csendesebb helyre. Néhányan egy kisebb házat vettek inkább abból a pénzből, tehát viszonylag kevesen van. A nyulasi részből kerültek viszont jó ára ide át. Illetve voltak olyan, akinek nosztalgiája volt, és elköltöztették, és egy idő után cserével, vagy megvette, visszaköltözött az új kertbe. Ilyen nem is találkoztam, aki a nosztalgiából jött vissza, hogy itt született, itt élt, itt volt a gyerekkora, és ragaszkodott ehhez, de ez viszonylag kevésbé találkoztam ilyennel is. Ami nagyon érdekes az új kert esetében, hogy egy új elképzelés mentén valósult meg. Ha valaki elindul a végkertnek a város felüli oldaláról, akkor gyakorlatilag egy gyalogúton végig tud sétálni az új kert legvégéig, ez nem véletlen. Ami viszont megint nem véletlen, az a fejlődés tulajdonképpen, ahogy egy lakótelep épült Magyarországon. Megnézzük a végkertnek a falaszterét, és hasonlítjuk az új kertnek a hatalmas belső játszótereinhez, amik most már sajnos ugye a fák egyre rosszabb állapotban vannak, de akkor még arra is vigyáztak, hogy lehetőleg megtartsák régi fasorokat. Tehát ez azért tudom, mert a lányaim ott játszottak és másztak fára, mert akkor még ott voltak a biófák, meg a gyümölcsfák ezeken a tereken, és azok gyönyörűen mutatták ezeket a régi utcákat, mert velük szerencsére megmaradtak. Minden embereken múlik. A legegyszerűbb ugye mindig a dózer. Mert azzal szépen takarítani, csak utána azt lehet csinálni, amit akarnak. Az új kertnek a kertészeti tervezését Sándor János végezte annak idején. Azért hozom ide a nevét, mert ő került olyan különleges helyzetbe, hogy megtervezte azt, hogy milyenek legyenek körülbelül a parkok, és aztán az a szerencse érte, hogy ő lett a kertészeti vállalat igazgatója, és mint kivitelező végigverte, hogy csinálják meg ezeket a parkokat. Tehát, hogyha még vannak ott az első, második, harmadik tömbökben, bocsánat, tömbökről beszélek, mert látom térképen, tehát az első tömb az, amelyik a
Füredi úttal párhuzamosott, ahol az óratorony volt, ezek ott még vénkerti típusú házak épültek. Utána a Böszörményi út és a Füredi szögében az első tömb, az első négy emeletes mögötti, az volt a kettes számú építési tömb, ezek mindig többnyire egy-egy évet jelentenek, és a hármas volt az a következő, ami a Bolyaiig, nem Bolyaiig, de jó, a Bolyai utcáig érő tömb, és nézzük meg ezeken is, meg a Bolyain túl is igen komoly, szerencsére nagyon komolyan fásított szép parkok vannak. Tehát aki oda került, az biztos, hogy nem érezte túlzottan rosszul magát. Hát ilyen áron. Amire én ott kíváncsi lennék, hogy egy könyv születése azért nem csak arról szól, hogy az ember fogja leül és megcsinál egy ilyen, hanem van mögött egy család. Na most azt szokták mondani, egy lakásépítés után jó, ha megmarad egy család. Na most egy komolyabb könyv esetében is ez így szokott lenni. Tudnék, ilyenkor érdemes otthon legalább egy szép életnagyságú fotót kitenni, hogy lássanak időnként. Tudnék, a kutatóhelyek azok meghatározott időkben vannak csak nyitva, tehát esély nincs arra, hogy az ember hazavigye ezeket a dolgokat. Hogy ment ez, ha nem vagyok Windisch Grécz? Nem. Nekem egy picit előnyöm is volt, ugyanis feleségem már kicsit edzett volt ebben, ugyanis apósom családfát mutatott, és volt, hogy ő ragaszkodott általában a réli pontos sebéhez. De amikor ő bevetette magát a levéltárba, akkor volt, hogy 4-5-kor került csak haza, tehát ő addig mutatott. Úgyhogy egy kicsit feleségem edzett volt ebben a témában, tehát különösen nem. Hát ugye néha kisebb, megint. De különös akadályt nem bőrített elé. Fiaim is először furcsán néztek, de utána ők is elfogadtak, sőt segítettek, átkörizték a könyvet. Ha valamit találtak benne, akkor kérdeztek, javítottak. Tehát inkább a segítség az, ami nálam megvalósult, tehát különösen probléma ebben nem volt. Igen, hanem ennek van egy olyan fázisa, amikor az írót, a kutatót csak hátulról látja a család, mert ül a gép mellett, és mellett egész órákon keresztül. Ezt gyakran megkapom, még majd napig is, hogy megint a gép mellett ülsz, egész nap a gép mellett ülsz. Honnan ismerem és néha, amikor a feleségem válnak, azt mondom, menjünk sétálni, irány a nagy erdő, és akkor elrángat egy kicsit, hogy mozogjak is, de amúgy, hogyha a levéltárban vagyok, vagy bárhol, mikor kintában elmegyek, minimum hazafelé gyalog megyek, tehát azért az egy nagyon bő kilométer is, hogy sétálom, megteszünk, tehát azért mozgok. Elhízni, hogy nem bíztam el. Nem célozom. Egyébként a könyvet, ha valaki majd a kezébe veszi, akkor a sok ilyen kicsit keserű emlék mellett azért vannak olyan anekdóták benne, amik fellazítják egy kicsit. Például én ezt még a tervezővállalatnál hallottam annak idején, és tetrengtünk a rögéstől, és ez bekerült a könyvbe, hogy miért lett az új kertben uszoda, mert az oda nem akarták uszodát csinálni, nem véletlen, hogy a nevelési központ, vagy most éppen nem tudom minek hívják, Szperekszászipászat, mi időnkben gyerekgyárnak hívták, abban nem volt helye. Tehát ott azért olyan kicsi a sportudvar, mert ott esély nincsen rá, mert hogy ott egy uszoda. Ez az uszoda, ez hitelt érdemlő forrásokból tudom, ez azért született, mert itt volt kádárhelyettes, felvitték az épülő 14 emeletes tetejére, és ott ki volt téve az új kertnek a makettje. Ezt a makettet a kerettelves kollégáim csinálták annak idején, és ott magyarázta, csak a legnagyobb főnök magyarázta, a Hajdú megyei állami építőipari vállalatnak a vezére. Na most hát azért, ha valaki nem volt napra kész, az sebseftárs volt általában. De hát ugye ki fogadja a Kádár elvtársat, és hiába próbálták
piszkálni, azért mondott néhány vakot, többek között rá, de elvtársa, hogy lenézett és látja, hogy ott lesz ugye majd a nevelési központ, és akkor kérdezte, és akkor az uszoda lesz benne? Hogy ne kell elvtársa, lesz benne uszoda? Hát ott mindenki elhűlt, most mi lesz ebből? Hát senki nem lehetne mondani, hogy most sem elvtárs téve, tehát ilyen nincs. Úgyhogy ebből az lett, hogy pár hónap alatt a keleten éjjel-nappal tervezték, hogy hogyan húbánokban lehet azon a helyen elhelyezni egy uszodát, úgyhogy a lányaim ezért tudnak úszni. Eredetileg most pár nap a könyv már elkészült, akkor találtam egy fotót erről, egy viselfotót, ott meg volt az eredeti terv. Tehát eredetileg a tornaterem észak-déli irányú lett volna. És ezt aztán elfordították kelet-nyugat irányba, és mellé építették az uszodát. És nincs sport tér tulajdonképpen. A sport itt a belső udvarból vettek el helyet. Alig van. Tehát, és annak idején, amikor oda kerültek a gyerekeim az iskolába, hát nem tudják meg milyen zsúfoltság volt. Most a ugye 18 első osztály. Elképesztő mi volt. És az volt a furcsa, amikor a igazgatónőnek neki szerveztük a kérdést, hogy de hát nem lehet valamit kitalálni, és mondta, hogy hát pár év múlva már rendben lesz minden. De az én gyerekem most jár ide. Hogy lesz ez? Alapok vannak a könyve erről. Ezeket is értem. Nagyon sok megtalálni. Nem akarok a zsebedben vájkálni, de azért nem ártam, mindenki tudja, hogy ezt a könyvet nem egy hivatásos kiadó adta ki, hanem, na és akkor innen adom át neked a szót, hogy mi az, amit el lehet erről mondani, hogy születik egy könyv, ami azért súlyos pénzbe kerül. Az igazság, hogy ez két évvel ezelőtt már készült a könyv, Jóska lelektorált, mint ő a lektorom is, eddigi könyveinknek, mindegyiknek, és ott volt. Fordult, ami mindenfelé, főleg azoknak a cégekhez, akik ott vannak az új kertben. Ugye ott van a Bolyai utcán a Spár. Már nem akarok itt a reklámot csinálni. Nem is csináltam a reklámban a könyvet sem, mert mérgemben kivonultam a neveket, kihúztam. Tehát nem szerepel benne se a Spár, sem ilyen cégnév. Ugyanis mindenki is iránkozott, csak hogy ebben a gazdasági helyzetben próbáltam megkeresni olyan volt munkatársamat, aki már azóta városi mecénás díjas, hogy legalább egy 50 ezer forinttal segítsen nekem, az is nagyon jó, hogy ki tudja kapni 100 könyvet, az már nagyon jó lenne. Neki nincs erre pénze, már le van kötelezve, ennek vannak. Jó. Úgyhogy már feladtam a dolgot, úgyhogy már ez nem fog sikerülni. De azért írtam a másik könyvemet. Még nem volt szó róla, hogy ez meg fog jelenni, már jó, sem akkor adtam akkor a Csestakerti könyvemet, ő lektorálja. És szinte vele párhuzamosan jött a lehetőség, hogy a Akadémiai Bizottság egy pályázatot hirdetett könyvkiadásra. És úgy hirdette meg az Akadémiai Bizottság ezt a pályázatot, hogy főleg hiánypótló, főleg Debrecenről szóló témákat szeretnének ebbe látni. És így gyorsan beadtam a pályázatot, 3-4 nap volt már csak, tehát nagyon rövid határidőt adtak, de nagyon gyorsan döntöttek is, mert két év múlva meg volt a döntés, és elnyertem, ami nagy részt fedezte a pályázatot. Úgyhogy most úgy vagyok vele, hogy ebből sikerült ezt kiadni. De éppen már nyomdában van, értem, tegnap kapta meg korrektúrára a Csestakerti könyvemet, úgyhogy ami ebből bejön pénzem, ezt forgatom most vissza a Csestakerti könyvembe, és ezután majd megy tovább, mert Jóskára vár majd úgy december vége, január elején a Csestakerti könyvem is, mert az is készül, úgyhogy megpróbálom fel kideríteni ezt az északnyugati részt, amin még dolgozok, és hogyha valaki tud segíteni, nagyon-nagyon örülök, tehát ezt most kihasználom gyorsan, aki netántán a régi hibakertbe lakott,
A Vénkerttel viszonylag jó helyzetben vagyok, mert itt jön az egyik tagja a Vénkerti baráti körének, és Jóska jó voltából én tartottam nekik tavaly májusban, emlékszem, egy előadást, és nagyon sok emberrel megismerkedtem, és nagyon sokat segítettem. Tehát az van, hogy a legjobb helyzet. A legrosszabb helyzet a libakjátnak, hogy azt veszik el. Legrégebben nem mondtam is építeni. Ott bár nagyon sokan nem is élnek, amikor ott élnek. De ugyanúgy várnám a jelentkezőket, aki a Csibekertbe lakott, illetve a nyulasi részen. A nyulasi részen beletartozik a kertváros, meg laktak elég sokan, mint kiderült a Ménytelepen is. Hát olyan is előkerül, egy ember már van, a Béla, egy már van. Illetve akik kintben laktak, akik most akadémia kerthez tartozik, illetve a meglevő nyulashoz is. Nagyon örömmel várnék jelentkezőket, mert ha megnézik a könyve, minden könyve van visszaemlékezés, amit olyanok írnak, akik ott laknak. És ezek valahogy egy kicsit emberközelivé teszik az egész könyvet és az egész kertséget. Ha ilyen van, akkor ilyet ismernek, és összehoznak vele, nagyon-nagyon köszönöm. Na most közben mindenkivel, hogy Debrecenben volt, hogyha jó számon 16 kert volt. Tehát hosszú életet kívánok, mert forrás egyébként van, rettentő sok forrás van, az mindig menet közben derül ki. Először elkezd valamit az ember, akkor úgy érzi, hogy semmi nincs. Aztán egy idő után összecsap a feje fölött, hogy na most mit kezdjek, mi az, ami ki fog maradni. Minden esetre ezt a könyvet én mindenkinek melegen ajánlom, mert tényleg egyrészt benne vannak azok a történések, amiket nem nagyon szokott tudni az ember. Benne vannak azok a történelmi lépcsők, ahogy kialakul és változik egy-egy lakó negyed, egy-egy városrész. És benne vannak azok az emberi sorsok, amik meg valóban közel is tudják hozni. Hát én azt hiszem, hogy nagyjából talán sikerült valamennyire bemutatni azt, hogy hogy születik egy könyv, és ismét gratulálok itt mindenki nevében Imrének, és majd mindenki szólítsa meg a kezét, akár gondolatban is, hogy elolvasta a könyvet. Én nekem nagy szerencsém volt, hogy egy pici közöm lehetett ehhez az egészet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és további munkasikereket kívánok már november 7-én tájára. Interneten keresztül pillanatok alatt el lehet jutni Imréhez. Tehát elég beírni, hogy Nyúl Imre, nem vagytok olyan sokan szerintem. Az enyémet beírjuk 200 000-ével, esély nincs rá. De mindegyik könyved, illetve az elérésed ott van, úgyhogy ha máshogy nem, akkor úgy is meg lehet találni. Látok, ha megideg, teljesen idegenek, akikkel nem is tudtam. És megvették a könyvet. Nincs kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és nagyon tanulságos este volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.